18 sportágban mintegy 280.006 és 18 év közötti fiatal vesz részt a Diákolimpia országos versenyrendszerében. A Magyar Diáksport Szövetség a 2016-2017-es tanévben 30. alkalommal hirdette meg a sorozatot. Az országos döntők közül ez évben elsőként az 5.-6. korcsoportos, azaz középiskolás korú összevont labdajátékok fináléját rendezik meg Nyíregyházán. Országos döntők között is ez egy rendkívül nagy kaliberű esemény tekintettel arra, hogy három sportágban több száz gyermek fog versengeni az aranyérmért, úgyhogy nem kis feladat egy ilyet megszervezni. Ezután is köszönöm a szervezőknek, hogy elválták ennek az országos döntőnek a megszervezését, és bízom benne, sőt tudom, hogy ez egy nagyszerű eseménynek nézünk elébe. A három sportág mérkőzéseinek a megyeszékhely 7 sportcsarnoka, illetve tornaterme ad otthont. A rendező megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint komoly logisztikai kihívás jelent a döntő zökkenőmentes lebonyolítása. 48 csapatról van szó, amely 16 megyéből érkezik ide Nyíregyházára, és ez azt jelenti, hogy 608 versenyző plusz a kísérő tanárok, tehát több mint 700-an érkeznek ide hozzánk, és hát természetesen ezért logisztikailag és egyéb szervezési feladatokat is figyelembe véve ez egy komoly munka, hiszen a csapatokat mozgatni kell, a szállást, étkezést meg kell oldani, illetve természetesen a tornacsarnokokban is a versenyeknek is olyan színvonalon kell megvalósulniuk, amely azért komoly kihívást igényel és komoly szervezési feladatot jelent. A Nyíregyházi Vasvári Gimnázium lányröplabda csapata tavaly bronzérmet szerzett. Az együttes edzője Szekély Lászlóné bízik abban, hogy a Bemiskola tornatermében lejátszott meccsek után tanítványai ismét felállhatnak majd a dobogóra. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy ott lesznek a szülők, a szurkolók, és akkor, ha már megemlítettük a Bemet, akkor én azt szeretném elmondani, hogy ezek a lányok, akik az én kezemben most országos döntőt játszanak, két komoly iskolából jönnek utánpótlás bázisból, az egyik a Bem József Általános Iskola, a másik a Móricz Zsigmond Általános Iskola. Szeretném megköszönni itt most a kolléganőknek, hogy ilyen szintre edzették ezeket a lányokat, és a Vasvári Pál gimnáziumba irányították. A Vasváriból a lányok mellett a fiú röplabdázók és fiú kosarasok lesznek ott a döntőben. Mellettük kézilabdában a lányoknál a Kisvárdai Szent László, a fiúknál a nyíregyházi Zrínyi és Arany, valamint a kosaras lányoknál a nyíregyházi Krúri képviseli majd a megyét a fináléban.